Köszöntöm a Kávodásának nézőit, mai vendégeink Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője, és Forgács István, romaügyi szakértő. Első témánk pedig Orő, azaz Országos Roma Önkormányzat. Volt egy cirka 2 milliárdos tartozás, amit azt mondták, hogy törleszteniük kell, mert nem felelhető ennek a háttere, a gazdálkodás nem nyomon követhető. Erre azt mondta az Orő, hogy hát jó, megpróbálja törleszteni az összeget, majd hogy nem egyszer csak kaptak egy 1,3 milliárdos állami támogatást? Hát nehéz kérdés. Egyrészt volt egy hivatkozás egyébként a kormány részéről, hogy még 2014-ben azok a települések, amelyek nagyon komoly adósságokkal küzdöttek, önkormányzatok, azok kaptak a kormánytól támogatást, a kormány átvállalta egyébként nagyon sok 10 milliárdos tartozást ebben a kérdésben, és ezt hozta egyébként párhuzamnak a kormány ebben a dologban, hogy Egyfajta hasonló módszerrel jár el, nem lehetetlenülhet el az Országos Roma Önkormányzatnak a működése emiatt a történés miatt. Ugyanakkor Lázár miniszter mintha utalt volna egyébként arra, hogy ettől függetlenül ez a dolog nincs elfelejtve. Hát ő utalt, de utána teljesen más folyamatok indultak el, mert látható, hogy ő utalt arra, hogy ez nincs elfelejtve, majd jött a nagy lóvé. Világos, de ettől függetlenül próbálom ezt a dolgot azért egy kicsit objektívebben látni, hogy azért szerintem a kormányon belül sem teljesen egyértelmű, hogy ehhez a dologhoz egyébként hogyan állnak ott hozzá. Nyilván több kormánytag is megfogalmazza a véleményét, nyilván maga a faktum az az, hogy a kormány feldobott 1,3 milliárd forintot kimondottan azért, hogy az Orőnek ez a nehéz helyzete, ez kicsit könnyebb legyen, és valamire megpróbáljanak jutni. Az a probléma, hogy megint arról beszélünk, hogy pénz eltűnik, pénz visszakerül, kormány teszi egyik zsebéből a másikba, miközben az a kérdés nem merül fel, hogy ez az Országos Roma Önkormányzat végez-e valóban olyan érdemi munkát, ami miatt esetleg megérdemelni a kormánynak ebben a helyzetben, nyugodtan mondhatom azt, hogy a kegyét. Farkas Flórián szakmai tevékenysége hogyan értékelhető? Hát én magam, és egyébként bárki, aki cigányemberként vagy cigányügyel foglalkozó emberként körülnéz ebben a dologban, nem nagyon látja, hogy konkrétan a miniszterelnök tanácsadójának milyen tevékenysége van, milyen eredményeket tud felmutatni. Tehát én magam nem látom azt, hogy ha ő holnaptól semmiféleképpen nem venne részt mondjuk ebben a kérdéskörben, akkor az miben változtatna meg a kormányzat roma ügyel kapcsolatos politikáját. Én azt látom, hogy a kormányzatnak van erre minisztériuma, a kormányzatnak vannak erre más szakemberei is. Tehát Farkas Flórián biztosan nem hiányozna ebből a rendszerből, ha egyébként háttérben lenne szorítva, vagy esetleg megköszönnék neki az eddigi munkáját. Ettől függetlenül nyilván az ő személye sajnos továbbra is, azért kell mondanom, hogy sajnos, mert ilyen formában emblematikus évek óta már ebben a történésben. Gyakorlatilag ő az, akivel fémjelzi gyakorlatilag a kormányzat mindazt, amit roma ügyben képvisel, és nekem ez a legnagyobb problémám, hogy nem látszanak más személyek, más megközelítések, ebből adódóan aztán eredmények sem nagyon sajnos. Milyen lenne Jobbik politikája? Azzal vitatkoznék, hogy a kormány az egyik zsebéből átteszi a másikba a pénzt, nem a kormány, a közpénzt a saját zsebéből átteszi a pénzt az Örök közbenyújtatásával Farkas Flórián és baráti társaságának a zsebébe, hiszen igazából eltűnt közel 2 milliárd forint, ennek a 2 milliárd forintnak a sorsáról senki nem beszél, ez minden valószínűség szerint magánzsebekbe vándorolt, és elsősorban én megmondom őszintén, hogy furcsát fogok mondani, én nem is Farkas Flórián teszem felelőssé elsődlegesen azért, hogy el tud sikkasztani mondjuk, vagy el tud tüntetni az Örő az ő irányításával egy ilyen komoly összeget, hanem mondjuk Orbán Viktort, aki ezt megengedi, hiszen Orbán Viktornak óriási felelőssége van benne. Farkas Flóriának már rég nem kellene a közéletben lenni, hogyha Magyarországon egy normális kormány lenne. Ennek már rég következményeinek kellene lenni. Nálunk nincs Farkas Flórián, ugyanúgy bent túl a parlamentben. Farkas Flórián kap 1,3 milliárd forintot még megint azért, hogy nehogy az önkormányzat ugye tönkre menjen. És akit még felelősség terhel, ezeket megmondom őszintén, az ő véleménye szerint a cigányság. A cigányságnak rég nem kellene szóba állni a Farkas Flóriánnal és a Farkas Flóriánhoz hasonló emberekkel, hiszen az az 1,6 milliárd forint, ami eltűnt, azt tőlük vették el. Azt az 1,6 milliárd forintot azért biztosította a kormányzat, hogy a cigányságnak a felzárkóztatására, integrációra és különböző hasonló dolgokra költsék. Ezt a pénzt valakik ellopták, tehát magyarán a cigányságtól vették el. Egy normális országban és egy normális erkölcsi társadalomban egy Farkas Flórián már azért sem lehetne a közéletben, mert nem lenne olyan cigányvezető, nem lenne a cigányságnak olyan réteg, aki szóba állna vele, hiszen egy tolvajról beszélünk, akkor ezt a tolvajt kiközösítik maguk között.
közül. Addig nem lesz változás, és költhetünk bármennyi pénzt cigány integrációra, felzárkóztatásra, bármire, amíg a cigánságnak ilyen vezetői vannak. És arra is azt kell tapasztalnunk, hogy az elmúlt 27 évben ilyen vezetők voltak folyamatosan, hiszen emlékezzünk csak arra, hogy 2010-ben, amikor még nem Farkas Flórián volt az Euró vezetője, vagy akkor éppen őt szónak hívták, hogyha jól emlékszem rá, akkor tudom, hogy kijöttem a parlamentből, és ott állt az akkori cigány vezető egy pólóban, amivel azt mondta, hogy roma vagyok, nem bűnöző, majd rá fél évre már bent volt a börtönbe, és előzetes letartóztatásba helyezték, ugyanilyen hasonló ügyekért. És még egy dolog, ne felejtsük el, ez nem előzmények nélküli. Régre vezethető vissza, hiszen Farkas Flóriának már voltak hasonló ügyei. Tehát hasonló cselekményekért már egyszer elítélték volna, csak akkor köztársasági elnöki kegyelemben részesítették, megszüntették ellen az eljárást, és jó magyar szokás szerint titkosították 30 évre ezt az anyagot, hogy ne is lehessen megtudni, hogy egyáltalán akkor mit követett el. Ez világos, de most akkor visszautalok önre. Ön ül a parlamentben, ön képviselő, ön az, aki a parlamentben egyébként közvetlenül meg tudja kérdezni erről a kérdésről, gyakorlatilag a kormányzó pártot, hogy egyébként hogyan is vélekednek erről a dologról. Ilyen formában, amíg a felelősséget itt próbáljuk egy kicsit itt szétteríteni ebben a dologban, nem csak én vagyok cigány emberként egyébként az, aki örömmel venni azt, hogyha teljesen mindegy milyen párt, de egyébként a parlamentben igenis megszólalnának azok a képviselők, akik egyébként mondjuk ebben interpellálhatják akár esetleg a miniszterelnököt, akár esetleg a kérdéskörért felelős minisztert, mert hogy ennek a dolognak ilyen formában én azt gondolom mindenképpen helye kellene, hogy legyen a parlamenti vitában. Tehát hogy többször megtettük, tehát nem csak a parlamentbe kérdeztük meg Orbán Viktor Farkas Flóra ügyeivel kapcsolatban, vagy 30-szor, hanem tettünk feljelentéseket ebben az ügyben. Csak ma Magyarországon egy olyan rendszer működik, amelyben az ügyészség például nem eljár a bűnösökkel szemben, hanem próbálja takargatni őket, ha azok éppen a Fideszhez tartoznak. Beszélhetünk nagyon sok olyan korrupciós ügyről, ahol az ügyészség nem a munkáját végzi, hanem inkább abban érdekelt, és abban segíti a jelenlegi maffia kormányt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ennyire korrupt kormánya nem volt az elmúlt 27 évnek, és az ügyészség abban bőven segíti a jelenlegi korrupt kormányt, hogy eltitkoljanak dolgokat. Gondoljunk csak egyébként most a legutóbbi esetre, hiszen az Olaf jelentést az ügyészség segítségével próbálják szinte titkosítani, hiszen az ügyészség mondja azt, hogy ő nem adja ki azt, hogy kik voltak azok az emberek, akik például az M4-es metrónak az építésénél X 10-100 milliárdokat lehet, hogy eltüntettek szintén. Ebben az országban nagyon sok pénz megy el sajnos a korrupcióra, nagyon sok pénz megy el feleslegesen, ebből a pénzből lehetne fejleszteni az országot, és még egyszer visszautalok arra, hogy Farkas Flóriánnal senkinek nem szabadna már szóba állni. Ezt az ember ki kellett volna közösíteni a cigány társadalomban. Egyébként Farkas Flóriánnal nem is lennének szóba egyébként a cigány emberek, tehát hogy maga a cigányság, ha már így beszélünk egyébként erről, maga a cigányság sem nagyon ad érdemi felhatalmazást a számára, tehát ezt is érdemes lenne egyébként feszegetni, hogy az ő legitimáció azon kívül egyébként, hogy a miniszterelnök bizalmát élvezi, az gyakorlatilag mind nyugszik. Tehát, hogy kik azok az emberek, akiket ő valójában képvisel. Tehát ő elméletileg egy olyan országos roma civil szervezetnek az első embere, amely többször kötött megállapodást többféle balos-jobbos párttal egyébként mondjuk az elmúlt 15-20 évben. Ezeknek köszönhetően ült a parlamentben folyamatosan. De az, hogy valójában ez jelenti-e azt, hogy akár tízezrek állnának mögötte, százezrekről nem is merek beszélni, ha most a milliós cigányságot veszem ide. Ez mind arra utal, hogy egyébként ő maga, hogy így fogalmazzak, mindössze miniszterelnök támogatása vagy bizalma mentén ül bent a parlamentben, és felelőse egyébként legalábbis névleg annak, hogy cigányügyben a kormányzat valamire jusson. Tehát, hogy itt ilyen formában mesztelen a király, ha őt most ebben a helyzetben királynak kellene nevezni, nincs érdemi támogatottság egyébként ő neki. Sajnálatos dolog, hogy, és ez most kritika minden párt felé, hogy kétes támogatottságú emberek ülnek gyakorlatilag majdnem minden pártnál cigányügyben, általában az adott pártok vezetőségében, tagságában, romatagozatában, bárhol. Nem látszanak azok a valódi cigánypolitikusok, azok a valódi felkészült cigány emberek, akiket egyébként a pártok maguk mellé húznának. Csak azért mondom elnézést, mert hogyha Farkas Flóriának nincs ellensúlya sehol máshol, akkor az is megáldja az egyébként annak, hogy Farkas Flórián ciklusokon keresztül teheti azt, amit tesz, gyakorlatilag semmit, hiszen a többi párt sem tud felmutatni egyébként olyan kaliberű embereket, akik kellő ellensúlyt képviselhetnének, és akár a kormányzat előtt is egyébként összevethető lenne az, hogy hát nekünk van egy Flóriánunk, a kékibolya pártnak meg van XY-ja, aki egyébként nagyságrendekkel többre hivatott, mint a mi emberünk. Mert már maga ez egyébként jelenthetné azt, hogy a kormányzat mondjuk munkára fogja őt,
egyáltalán megpróbál tenni azért, hogy akár a közvélekedésben is látszódjon ez a különbség. Nézd, a cigányság, ahogy ön mondja, nem állna szóba Farkas Flóriánnal, akkor az lenne az egyetlen egy mód arra, hogy Farkas Flórián ne legyen a parlamentben. A Farkas Flórián nem áll szóba, egy dolog miatt van a parlamentben. Orbán Viktor egy dolog miatt tartja a Farkas Flórián. Sajnos egyébként az elmúlt 27 évben az összes párt, az úgynevezett cigány vezetőket, akiket beültetett mondjuk a parlamentbe, vagy beültetett az országos roma önkormányzatba, vagy különböző cigányvezetőknek nevezte ki, egy dolog miatt tartotta őket, hogy a választások alkalmával ezek az emberek elmenjenek és a cigányságtól szavazatokat vásároljanak. Mert sajnos ki kell mondani, ez a céljuk. Tehát a Farkas Flórián nem tudna majd a 2018-as választásokon szavazatokat vásárolni és hozni a Fidesznek, akkor nem ülne benne, akkor megkeresik azt az embert, akit tud. És ezért mondtam a felelősség kérdését. Tehát én azt mondom, mindenkinek el kell vinni a felelősségét. Tehát én nem csak a cigányságot teszem felelőssé Farkas Flórián ügyében, mondom még egyszer, Orbán Viktor legalább annyira felelős, és az elmúlt 27 év is legalább annyira felelős, hiszen az elmúlt 27 év politikája semmi más nem kívánt ezzel a helyzettel tenni, ami a Jobbik szerint Magyarország egyik legsúlyosabb problémája a magyar cigány együttélés, de a cigányság érdekében semmi más nem próbált tenni, mint hogy bizonyos kisebb juttatásokkal megvásárolni a szavazatát. Nem az volt a cél, hogy a cigányságot fölzárkóztassuk, nem az volt a cél, hogy a cigányságnak munkát adjunk, és megkeressük azt, hogy valóban szeretnének-e dolgozni, és valóban szeretnének-e a társadalomban úgy élni, mint a nagy többség, hanem az volt a cél, hogy tartsuk a cigányságot egy olyan szinten, mondták az akkori politikusok, hogy amikor eljönnek 4 évente a választások, akkor olcsón meg tudjuk venni az ő szavazatokat. Nekem 2 gondolatom hadd legyen ezt, képviselő úr. Egyrészt az, hogy én magam azt gondolom, és mondom, ezek nem Farkas Flóriánhoz kötődnek. Én magam azt gondolom, hogy a kormányzat azért az elmúlt lassan 8 esztendőben azért számos olyan dolgot kitalált, összerakott, működtet, ami egyébként érdemben segíthetné a cigányság felzárkózását. Én azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatás, ezt mindig mindenhol elmondom, azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos történés. Az, hogy a hátrányos helyzetűek számára gyakorlatilag ingyenes az iskolai étkezés, ingyenes számos olyan dolog, ami egyébként az oktatást, mint eszközt felkínálja, hogy egyébként azzal lehető legtovább jussanak a hátrányos helyzetűek többségükben a cigány emberek. Tehát számos olyan dolog van, ami egyébként szerintem a kormány által jó vívmány, egyébként valószínűleg tartom, hogy minden más kormány, vagy más színű kormány is egyébként ezeket előbb-utóbb bevezette volna. Tehát én ezt nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez kizárólagosan csak azért történik, mert a Fidesz találta ki. Egy értelmes kormány ezeket a dolgokat előbb-utóbb bevezette volna, a közfoglalkoztatás, mondom, szerintem egy nagyon hasznos dolog. Én bízom benne egyébként, hogy ebben fejlesztések lesznek majd a továbbiakban. Viszont, ami szerintem egy fontos dolog, itt említette a választást és a megvásárolt szavazatokat. Egy párt, hogyha kizárólag a cigányok szavazataiban mer gondolkodni egy választás kapcsán, akár helyi önkormányzati választás, akár parlamenti választás, az nagyon-nagyon rosszul áll a dologhoz. Én megfordítanám ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy cigányügyben nekem a többségiek szavazatára lenne szükségem. Tehát ha nekem lenne egy pártom, akkor én nem a cigányok szavazatára aspirálnék, hanem azt mondanám, hogy olyan cigánypolitikát próbálok kínálni, olyan programokat próbálok kínálni, amelyek miatt a nem cigány emberek a programom miatt szavaznak rám, valamint a cigány emberek szintén a programom miatt szavaznak rám. Tehát én a cigányokra nem azért tekintenék célcsoportként, mert megvásárolható olcsón a szavazatuk, hanem azért, mert értelmes javaslatokkal akár őket is meggyőzöm arról, hogy szavaznak rám. Magyarországon nincsenek programok. Hát 2014-ben egy pártnak volt programja a választások során, úgy hívták, hogy Jobbik. A Fidesznek az volt a programja, hogy folytatjuk. Előtte 4 évvel a Fidesznek egyetlen egy programja volt, nem volt programfüzete, nem mondott semmit az embereknek, azt mondta, hogy csak a Fidesz. Hát jelen pillanatban a programok ebből állnak, egy-egy szlogenből igazán, és a szavazatvásárlásokból, hiszen a cigányság szavazatai az csak egy szelete. Innentől kezdve jönnek azok a különböző zsarolások és minden egyéb más a nyugdíjasok felé, amivel szintén megszerzik ezeket a szavazatokat. Ha valaki komolyan foglalkozna a magyar cigány együttélés problémájával, akkor azt rögtön észre lehetne venni, hiszen az alapoknál kellene kezdeni. Az alapoknál pedig csak 2 dolgot említek, és hogyha tud erre nekem példát mondani az elmúlt akár 20-27 évből is, akkor az megköszönöm, mert én nem tudok rá példát mondani. Az egyik az, hogy valaki föltette már a cigányságnak azt a kérdést, hogy ugyan arról beszélünk, hogy felzárkóztatás meg cigány integráció, de ők akarnak-e felzárkózni és akarnak-e integrálódni? Ez az első, ez az alapkérdés, mert olyan, tehát senkire nem lehet ráerőltetni semmit. Vagy a cigányság is szeretné ezt, vagy pedig akkor kár ebben ilyen szinten foglalkozni. A másik, ami megmutatja azt, hogy mennyire foglalkoznak a cigánysággal, hogy arra lenne szüksége egyébként, és az lenne a legelső út, hogy vannak a cigányságban is olyan emberek, akik saját erőből kitörtek, tanultak,
eljutottak bizonyos szintre, és példaként lehetne a cigányság elé állítani őket. Mondja meg nekem az elmúlt 27 évben hány ilyen ember volt, aki példaként lett odállítva a cigányság elé. Azokat állították a cigányság elé példának, mint például Győzike, mint például különböző énekesek, ahol nem az volt a példa, hogy tessék, ha te szorgalmasan tanulsz és dolgozol, akkor el tudsz jutni ide, hanem egy könnyű életet próbáltak. És ki ne választaná a könnyű életet adott esetben, és éppen ezért a cigányság példaképei azok nem azok, akik tanulnak, nem azok, akik dolgoznak, nem azok, akik saját erőből eljutnak valahova és normálisan nevelik a családjaikat, hanem egy teljesen más életvitelt folytatnak. A világos képviselő, ehhez nagyon fontos dolgot el kell mondani, amit említette, hogy cigányság. Nem szabad a magyarországi cigány közösségekre egy homogén masszaként gondolni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez az egyik legrosszabb megközelítés. Tehát kiállítok ide valakit, mint cigány vezető, és elnézést a rossz példáért, akitől esetleg a cigányok elvárják, hogy majd kivezesse őket Egyiptomból. Tehát aki majd az élükre áll, és megmondja, hogy egyébként hogyan kell itt a dolgokat csinálni, és akkor itt több százezer ember őt követi. Ilyen nincsen. A cigány közösségek borzasztóan szétaprózódtak. Pont emiatt van az, hogyha Kisgrófot látják a tévében, annak a cigány emberek többsége tud örülni. Muzsikál, jó kedvet hoz, pont. Ennél bonyolultabb dolgok, hogy egyébként hogyan kellene a mi kis falunkból eljutni a szomszédos városba, ahol egyébként egy szakmunkásképzőben, egy szakiskolában az én gyermekem végzettséget szerezhet, és mondjuk pincér lesz belőle, és pénzt hoz haza. Ez már elnézést, egy bonyolult gondolatsor. Egy olyan dolog, amivel egyébként ma Magyarországon nagyon sok cigány közösségben egész egyszerűen az emberek nem találkoznak, nem jut el hozzájuk. Én ebben érzem egyébként mind a kormányzat, mind egyébként az összes pártnak a felelősségét, hogy ez a fajta nagyon egyszerű, nagyon racionális és nagyon tudatos hozzáállás hiányzik általában véve a programokból, általában véve a megközelítésekből. A magyarországi cigányságra nem lehet azt mondani így egy többben, hogy ők akarják a felzárkózást. Nagyon sokan akarnák a felzárkózást, nagyon sokan nem akarnák, teljesen mindegy, ezt nem tudjuk így lemérni. Azt kellene látni, mondom, hogy elsősorban a többségi társadalomnak kellene szerintem kikényszerítenie a mindenkori kormánytól azt, hogy olyan megoldási javaslatokkal jöjjön elő az adott kormányzat, ami egyébként a többség érdekét is szolgálja. Jó, bocsánat, csak egy mondat, hogy ebben abszolút egyetértünk, nem szabad homogénként kezelni, csak akkor, amikor arról van szó, hogy valaki akarja a felzárkóztatást, valaki nem akarja a felzárkóztatást, akkor aki nem akarja a felzárkóztatást, annak ne adjunk támogatást. Aki akarja a felzárkóztatást, azt meg támogassuk, de akkor nem kell azért megvédeni valakit, aki saját önszántából vállalja azt, hogy ő abban a környezetben él és ott marad, mert pedig megkapná, mert nem akarja fel, vagy ugyanez vonatkozik egyébként, és ezzel is egyetértek, mindig kiforgatták a Jobbik mondatait, hogy ne vegyünk mindenkit egy kalap alá, és valóban mi soha nem mondtuk azt, hogy minden, hát cigány, hogy minden cigány bűnöző lenne, de aki bűnöző, azokat ne védjék már csupán azért, mert ő mondjuk cigány származású. Na akkor itt a következő témánk, rögtön ugorhatunk is bele ebbe a dologba. Öt fiatal támadt meg egy 80 éves ember Putnokon, most éppen egy ilyen aktuális esetet hozok elő. A bácsinak nem sok értéke volt, tényleg pár tízezer forintját vitték el, az volt az, tényleg az utolsó pénze. Voltam a háznál, igen, puritán körülmények között él a bácsi, és egyébként egy cigányzenészről beszélünk egyébként, akit megloptak. Nem is ez a lényeg, hogy ki az áldozat, hanem az, hogy az elkövetők cigány fiatalok voltak, és kábítószerre kellett a pénzt. Tehát nem azért a bácsit pécézték ki, mert hogy ő valami rosszat tett velük, hanem éppen ő volt az, akitől a legkönnyebben lehetett valamennyi pénzt szerezni, az olcsó herbárnak, vagy különböző dolognak hívott kábítószerre, és akár hány helyen beszélek vidéken, tényleg ilyen elszegényedett cigány telepeken, vagy elszegényedett cigányok által lakott települési részeken. Az idősebb cigányok arra panaszkodnak, hogy a fiatalok folyamatosan kábítószert használnak, ezzel az idősek nem tudnak mit kezdeni, sőt, sok helyen mondták például Oszkörnék, hogy félnek a saját gyerekeiktől olyankor, és félnek a saját rokonaiktól olyankor, bezárkoznak az idősek. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes rém vidéken, amit szerintem nem biztos, hogy érzékelnek a városokban lakók, tehát a nagyvárosokban lakók, és ez nagyon-nagyon komoly bűnügyi statisztikákat gerjeszt, miközben nem a rablás a lényeg, hanem a pénzszerzés és a drog használat. Mi lehet erre a megoldás, mert egyre jobban terjed ez? Az elején elmondtam, és én valóban így érzem, és a Jobbik is így érzi, hogy Magyarország egyik legsúlyosabb problémájáról beszélünk jelen pillanatban. Hiszen az elmúlt 27 évben kialakult egy olyan réteg, amelynek nagy részét vidéken a cigányság teszi ki, aki nem talál magának munkát,
vagy akar dolgozni, vagy nem akar dolgozni, de egy biztos, hogy nem dolgozik. Nagyon nagy mértékben segélyekből él, nagyon nagy családokat alkotnak, és szinte kilátástalan helyzetükből egyetlen egy kiutat látnak jelen pillanatban a fiatalok, hogy olcsó drogokat visznek oda le, és olcsó drogokkal elfelejtik azt a nyomorúságot, amiben élnek. Csak ez a visszájára fordítja az egészet, mert elment innentől kezdve egyébként Magyarországon megszűnt szinte az erkölcsiség, megszűnt a nevelés. Tehát amikor valakinek nincsenek erkölcsi gátjai, amikor kávítószer hatása alatt van, és nincsenek céljai sem, tehát őt nem érdekli adott esetben, hogy éppen börtönbe kerül, vagy nem kerül börtönbe, mert a legtöbb esetben még börtönbe se kerül, amikor semmiféle gát nincs arra, hogy betartsa a társadalmi normákat, akkor már sokszor csak blahiból is bemennek bizonyos házokba, és elvisznek dolgokat, vagy azért pár ezer forintért, amiből az aznapi kábítószer adagot tudják megoldani. Ez ellen tenni kell. Ez ellen megvannak Magyarországon azok a szervek, akiknek tenni kellene. Itt normálisan kellene működni egyébként a családvédelmi programoknak, normálisan kellene működni a rendőrségnek, tehát a rendőrségnek rendet kellene tartani. Én nem hiszem el, hogyha egy bizonyos területen, akik kábítószert vesznek, azok pontosan tudják, hogy kitől kell venni a kábítószert, hogy a rendőrség erről ne tudna azt, hogy kitől kell, ki az a kábítószer árus, akit el kellene kapniuk. Tehát sok mindenben változni kellene Magyarországon, és hogyha nem változunk, akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek a jövőre nézve. Van egy akut problémánk, és ez a családon belül is ugye félelmet generál, ahogy mondtam, a szülők és a nagyszülők körében, a fiatalok irányába, sőt nem is értik sokszor a saját gyerekeiket. Hát az a gond, hogy, és most akkor ez megint egy probléma, egy kicsit én szélesebbre tárni ezt a dolgot, a demográfia azt hozza magával, hogy egyébként az iskolákban egyre több a cigány gyermekeknek a száma és az aránya, főleg vidéken, ez nagyon egyértelmű, de egyébként akár itt a fővárosban is lehet találni bőven olyan iskolákat, ahol nagyon egyértelmű, akár néhány év leforgás alatt is ez a változás. És hogyha ezeknek a gyerekeknek a túlnyomó többsége az általános iskola után nem jut el oda, hogy szakmája legyen, akkor gyakorlatilag 20 éves korára teljes mértékig, hogy így fogalmazzak, a peremre kerül, hiszen már nem nagyon tudom visszavinni érdemi oktatásba, nem nagyon tudok új képességeket adni neki, miközben az ország belefullad egyébként a munkaerő hiányba. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy egyrészt szükség lenne rengeteg szakképzett emberre, aki egyébként dolgozhatna a gyárban, szolgáltató szektorban, mezőgazdaságban, bárhol, és közben pont a cigányságon belül, ahol bőven vannak gyermekek, ebből adódóan bőven van rengeteg olyan kis fiatalember, akit egyébként meg lehetne tölteni tudással, képességekkel, el lehetne oda jutatni, hogy legyen belőle valami, és ehhez képest sajnos vidéken pont ez, hogy ez a fajta leszakadás akár már az ő korukban is, az ő generációjukban is megjelenik, és ez sajnos most már látjuk, gyakorlatilag a munkaerőpiacra, a gazdaságra is hatással van, és én ennek nem az együttélési nehézségeit veszem elő elsősorban, hanem azt, hogy ez egy gazdasági jellegű kérdés. Tehát, hogyha ezek a gyerekek, akár a kábítószer, akár a nehéz anyagi körülmények, akár bármilyen más nehézség miatt nem jutnak el odáig, hogy szakmájuk legyen, és a szakmának köszönhetően el tudja helyezkedni, dolgozni, akkor mondjuk 20 éves korától fogva jön egy 30-40-50 éves olyan időszak, ahol ezek az emberek csak vegetálni. De nekem az a kérdés, hogy el akarnak helyezkedni? El akarnak bármit érni? Csak azt nem értem, hogy mi ugyanezt mondtuk. Tehát amikor a Jobbik azt mondta, hogy a gyerekeknél kell elkezdeni itt a változást, mert náluk lehet elérni talán azt, hogy tényleg változzon bármi. És azt mondtuk, hogy ezeket a gyerekeket abból a közegből ki kellene emelni, és bentlakásos iskolákat kellene csinálni, ahol azokat a hátrányos helyzetű cigány gyerekeket tanítatni, megismertetni velük egy teljesen más életmódot, egy teljesen más kultúrát is, és ráadásul úgy, hogy amikor ők visszamennek, már lehet, hogy ők tanítanák másra az ott élőket, akkor ez rasszizmus volt. Hát mitől lenne venni rasszizmus, amikor a gyerekeknek megadnánk azt a lehetőséget, hogy ők valóban tanuljanak, és amit ön mondott, eljussanak odáig, hogy szakmájuk legyen, és egy teljesen más életre vágyjanak, mert hogyha egy gyermek egész életében azt látja maga körül, amit lát most nagyon sok vidéki településen, akkor neki ugyanazok lesznek a vágyai. Tehát akkor nem lesznek nagyobb vágyai, viszont ha megismertetjük vele azt, hogy van egy másfajta élet is, amit te ugyanúgy el tudsz érni, nem kell hozzá semmit csinálnod, csak
tanulnod kell, és utána dolgoznod is. Te is egy teljesen más közegben élhetsz, akkor változtathatunk rajta. Ezt azt mondták akkor, hogy rasszizmus. Képviselő, én nem adok mindenféle ilyen retorikai tanácsokat maguknak, de a ki kellene venni a gyerekeket onnan, ez már maga olyan, ami egyébként lehet vitatkozni, hogy ez az önök szóhasználatában mit jelent. Én magam évek óta mondom, az önkéntes alapú bentlakásos iskolákat a lehető legteljesebb mértékig támogatnám. De az önkéntes alap az abból jár, hogy egy szülő, egy család eldönti, hogy saját maga szeretné, ha egyébként a gyermek a nehéz körülményekből eljutna mondjuk egy olyan bentlakásos kollégiumba, ahol nagyobbak az esélyei mondjuk egy ilyen szakmunkás papírnak a megszerzésére. Én erőszakkal sehonnan nem vennék el gyereket, és azt gondolom, hogy ezzel azért nagyon-nagyon sokan egyetértenek. Sem a gyámügy, sem, tehát hogy erőszakkal ilyen bentlakásos iskolába, mondom, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon... Ne arra, a gyerekek érdekeit kell nézni. Amikor, mondja meg nekem őszintén, hogy mondjuk hány olyan vidéki, rossz körülmények között élő cigány család lenne, aki mondjuk önkéntesen beadná a gyermeket. Őszintén? És miért jó az, és azt árulja nekem, hogy miért jó az, hogyha megállapítja a gyámügy, ha megállapítja... Gyerekeket kellene védeni. A gyerekek, hogyha egy gyermeket adott esetben nem úgy nevelnek a szülei, ahogy az elvárható lenne, hogyha az a gyermek nem olyan körülmények között él, tehát például nincs villany, vagy nincs víz abban a lakásban, vagy házban, ahol él, hogyha nem járatják rendesen iskolába, hogyha nem öltöztetik rendesen, hogyha nem tud rendesen étkezni, akkor miért jó az, hogy azt mondjuk, hogy az ilyen gyermekeket erőszakkal, tehát egy gyámügyi határozattal, vagy bármilyen szerv, aki megvizsgálta az életkörülményeket, azt mondja, hogy mostantól akkor bentlakás, és azt mondjuk, hogy nem végleg, tehát nem állami gondozástól beszélünk, hanem bentlakásos iskoláról nem szakítják el a családtól. Miért lenne ez a gyereknek az érdekeit kellene nézni? Tehát ebben egyetértünk, hogy az érdek az, hogy jobb körülmények között tudatosabban, nagyobb eséllyel az életbe belépéshez tudjanak ezek a gyerekek valamire eljutni. A gond az, mondom, hogy ezzel lehet megint vitatkozni. Aki liberálisabban áll hozzá a dologhoz, azt mondja, hogy maguk rasszisták, aki kicsit radikálisabban áll hozzá a dologhoz, az azt mondja, hogy maguknak van igazuk. Én viszont próbálom a realitást nézni ebben a dologban, én vidéken rengeteget járva azt tapasztalom, hogy cigány családok ezrei adnák oda önkéntes alapon egyébként ilyen intézményekbe a gyermekeiket, megismétlem, ezrekről, tehát ezer családokról beszélünk. Egész egyszerűen az kell, hogy eljussunk ezekbe a közösségekbe, értelmesen meg tudjuk ezeket a dolgokat mutatni, és a kellő tudatosságot visszavigyük ezekről a településekre. Én nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy mindig utólag jön rá valahol egy cigány közösség, egy cigány család, vagy egy cigány fiatal, hogy ó, ha újra kezdhetném az életemet, ó, ha nem ezt tettem volna, ó, a putnoki fiatalok is majd elmondják a rendőrségen, hogy hát már megbántuk. De utólag mindig nehéz ezeket megbánni, előzetesen kellene ebben a dologban másfele fordulni, vagy más döntést hozni, és én hiszek abban, hogyha itt önkéntes alapra helyeznénk ezt a dolgot, akkor erről egy érdemi társadalmi vitát lehetne egyébként kezdeményezni, és akkor innentől fogva ez nem csak cigány fiatalokra tudna vonatkozni, hanem bármilyen olyan hátrányos helyzetű gyerekre, akinek segítség lehetne egy bentlakásos intézmény, de mondom önkéntes alapon. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!